Nagyon sok szerdának köszönöm minden kedves nézőmet, mert itt Kent a besz ismételten, és folytatom már a Pony Game of legújabbik frissítésének az eventjét. Pontosabban a legújabbik idegölő frissítésnek egy egyáltalán nem idegölő eventjét, de teljesen mindegy. A lényeg az az, hogy meg akarom nektek mutatni azt, hogy mennyi pontot szereztem. Mennyit jutottam el a fejlesztésben igazából, tehát hogy mennyi Sapphire-be, az a Sapphire-ba fog fájni ez a fajta fejlesztés, ha majd ti is eljuttok ide a következő alkalommal, amikor eljönnek az evennek a megismétlése, szóval elkészítettem így előre ezt a videót, meg azt is, hogy megmutassam, hogy én meddig haladtam. Na most ugyebár azért csinálom ezt a videót, mert láthatjátok, hogy mindjárt kész is lettem volna ezzel a küldetéssel, úgyhogy ideje, hogy tovább haladjak a pardon történetben. Akkor mennyi kell? 4 perc. Jó. Tulajdonképpen ennyit akartam volna egyet megmutatni. Hát nem tudom, mivel húzom ki emberek. Igazából hát jó késő van, már már szinte éjfél után járunk, tehát éjfél elmúltával járunk. Már mindenki alszik, csak én vagyok ilyen éjjeli bagoly, de hát már lassan én is a ágyban dőlök le. Csak gondoltam, hogy ezt még gyorsan megcsinálom, mert akkor nem fog tudni normálisan aludni tőle az éjszaka folyamán, ha ezt nem csinálom meg. Na most. Nem tudom, emberek, hogy ezt most miért kellett így konkrétan ide a játékba ezt bedobni. Mert ha tényleg igaz az, hogy két limitációs event van, és már pedig biztos, hogy két limitációs event van ebbe az alkalomból, akkor ennek a vacsotnak nem most kellett volna bejönnie. Pardon. De mondjuk az elképzelés az jó, hogy ezt a karaktert így szerezzük meg, ami még nekem sincsen meg, mert nem is jött még be sehogy. Viszont hát nem tudom, hogy ezt mi alapján döntötték úgy, hogy ilyenkor dobják be, de teljesen mindegy is. Hát igazából itt csak néhány olyan fajta karakter van, akit szeretnék, hogyha már bedobnának, mint például itt van Tempest Guard nevű karakter, aki már mióta ben van a játékban, de egy percre sem jelent meg. Itt van például Aurora, ott ugyebár a Best Giftable Eventnek a főjutalmaként, tehát a community-nek a főjutalmaként akartam volna megszenni, de hát az se jött be, úgyhogy nem tudom, ez is egy, akkor hogy lesz meg, innen is csupán egyetlen egy karakter hiányzik, azt sem tudom, hogy hogy lesz meg, innen is ez a fajta karakter hiányzik, meg nem is karakterek, mert ennek számítak, azok se, hogy lesz, tudom, hogy lesznek meg. Itt is itt van ez a karakter, ezt se tudom, hogy mikor fog ez végül bejönni, semmit nem tudok, emberek, hogy mikor fog bejönni, mert egyszerűen annyi termelő van, meg karakter, hogy azoknak a felét még nem dobta be a játék, és ez engem nagyon is bánt a dolog. Na mindegy, a lényeg az az, hogy amit láthatjátok, hogy semmi érdekesség nem is történt a játékban, semmi újdonság úgymond most jelenleg nincs, amit be tudnék mutatni. Hú, már érzem a fáradtságnak a jelét magamon, úgyhogy az lesz a legjobb, hogyha inkább le is zárom ezt, mert hát játszanom kéne már egy pár karakternek a szintjével, mert az le van maradva, igen, mint a borra való. Na mindegy, majd még ez el fog válni az idő során, hogy fogom most csinálni, de a harmadik
felvonásra valamit majd ki fogok találni, hogy kicsikét kihúzom a dolgokat, de az még a jövő dallama lesz. Na mindegy, szóval köszönöm, mindenkinek nézték a filmet, és viszont a következő videóban a sorozat jövőjéhez pedig pozitív hozzáállást és reménykedést kívánok, ahogy mindig is mondtam, illetve azt is, hogy továbbra is mondom, ami ahogyan régen is, most is, meg még a jövőt illetően. Külön minden Bron és Pegasus testvéremnek, Bruhuf és viszlát.